Na, hello mindenki! Én egy Tóci egy, és ebben a videóban arra gondoltam, hogy összeadnám nektek a top 5 legjobb, per legrosszabb karaktert a játékban. És előre is bocs, hogy ez a videó kicsit rövidebb, és azt elfelejtettem mondani, hogy ugyebár ez csak a saját véleményem, én mondok, szóval ez az én véleményem szerintem. Szerintem kezdjük a rosszakkal, hogy rövidebből fogunk menni. Az első legrosszabb szerintem a Ralph. Szinte sehol nem látod már, semmit nem lehet vele kezdeni. A gadgetje sem olyan jó, az egyik dolog, ami jobban, az a Star Power, de nem olyan jó, hogy ezt tényleg nagyon lehetne használni, szóval a rosszba kerül. Ott megy be utána a Hank. Hank a legerősebb karakter volt, amikor kijött, de olyan szinten lenörfölték, hogy semmire nem lehet vele menni, szóval Hank is a rosszak közé tartozik. Istenem, ott van Lola, akit ugyanúgy, amikor kiadtak, nagyon erős karakter volt. Nagyon nagy damage dealer, mindenkit elvert szinte, legópébb volt, de azt is annyira lenörfölték, hogy szinte már használhatottam. Akkor ott van még a Willow, amit úgy gondoltak, hogy nagyon nagy erős karakter lesz, de igazából egyáltalán nem erős a képességei. Egyedül a szuperrel lehet bármit is csinálni, de 5 év kell, hogy megszerezd, damage a kevés, és még ott sem marad a földön a lövedéke, nem úgy, mint bárminát. Szóval ő is a rosszak közé tartozik. És akkor ott van még Belle, igazából nagyon vele sem lehet semmit sem csinálni, lövöldözni. Az a szuper az erősebb, tólóban egyáltalán nem ajánlom Bellt. És plusz egy a ráadás, de gas. Csak azért, mert nem olyan rossz, nem is olyan jó. Na, mindegy. Akkor most nézzük is a jókat. A jók közöttnél egyből ott van Cordelius, egyszerűen a legerősebb karakter a játékban, szinte a legerősebb karakter. Most elmondtam kétszer minuszt. Akkor ott megy be utána Brock, ahogy a voice line is mondja. Brock is OP! Nagyon erős egy karakter, tehát ő is nyilván a erős karakterek közé tartozik. Akkor ott van Crow. Crow is egy nagyon erős karakter. Régebben, amikor kiadták a játékot, akkor annyira nem volt egy nagyon jó karakter, de mostanában nagyon jó lett. Nagyon undorítom mind a két kicsitje, mind a Star Power-re. Egyszerűen nagyon jó karakter. Akkor ott van Spike. Egyszerűen ő is damage dealer, minden játékmódban jó szinte, ami van. Nincs ellenfele. És még ott van Otis is, ő is egy nagyon erős karakter a szuperje miatt. Egyszerűen akár 20 power kilós embert is meg tudna vele ölni. Úgyhogy, brutál OP, ő is a jobb közé tartozik. És ugyanúgy a ráadás, ott van Colt, aki ugyanúgy nem is olyan nagyon jó, nem is olyan nagyon erős, de azért őket is hozzák. Szóval nekem ez lett volna a véleményem erről az egészről. Írjátok le a komment szekcióba, hogy esetleg majd pár hónappal később is szeretnétek-e majd egy ilyet. Hogyha igen, akkor mindenféleképpen írjátok le a komment szekcióba. De ez a videó ennyi is lett volna. Ha tetszettek, mindenféleképpen iratkozzatok fel, lájkoljátok, találkozunk legközelebb. Sziasztok!